Na sziasztok, ez itt az Ultimate Doom 4. epizódjának végigjátszása, a titkos 9. pálya, Fear. Oké, itt a titkos pálya mozgalmasan indul, nyissuk ki az ajtót, vegyük fel a puskát, és lőjünk ki annyi ellenfelet, amennyit csak tudunk. Meg itt szaladgáljunk körbe. Használjuk a hordókat is, ha tudjuk. Főként gyűjtsünk lőszert, mert hát nézd, mi ez a rettenet? Na, most egy kicsit levegőhöz jutottunk. Lőjük még ki a zombikat. Jó, így. Na, töltsük fel a HP-t, vegyük fel a lőszert és a kék páncélt. És ott látható egy plazma fegyver, ezt így meg tudjuk szerezni. Oké, leestem, úgyhogy... Úgyhogy a teleporton keresztül kell mennem, viszont így a térkép másik részébe jutok. Egy Barrent közben telefregeltünk. Oké, Lost Soul-ok ellen ne használjunk rakétavetőt, nem biztonságos. Leugorhatunk mindkét felől. Van egy kis HP. Hol van a Lost Soul? Aha. Jó, ugorjunk le másik felől is, másik gödörbe. Néhány armor bónusz, rakétavető, HP bónusz. Ugye a cuccok miatt. Nézzük, kaptak ott egy rakétát, és elfogyott a puska golyóm. Itt amúgy van két kapcsoló is, eddig nem nyitottam ki, ugyanis ez leereszti ezt a két platformot. Na gyere, Baron. Lássuk. Jó, megcsinálom azt, amit az előbb akartam. Így. Hát használjuk az öklünket. Tudod mit? Használjuk az öklünket végig. Úgyis olyan unalmas pálya. Gyere. Nem vettem fel a Berserk-öt? Ja, hát persze. Tényleg nem vettem fel. Na. Hát szóval itt az első titkos hely. Itt a fal egy picit más, milyen itt a Berserk. És
Én a pálya többi részén nem használnék semmilyen fegyvert. Gyerünk, Pinky, gyerünk, gyerünk! Na jó. Ja. Csináljuk meg a pályát az öklünkkel. Wow, bum 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 bum, nyami. Te beszorultál? Yeah. Yeah. Élvezetes hordókat ütni. Bam, 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 bam. Mi maradt még? Bam, bam. Játszunk egy kicsit. Ó, oh, nem akartam leesni. No, gyere ide a hordókhoz. Gyere, 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 gyere. Bum! Na még egyszer. Ó. Oh. Gyere. Jó, valamivel szórakozni is kell. Mi maradt még? Maradt egy titkosa és egy ellenfél. Az pedig... ja, ott van. Ja, és még a sárga kulcs is maradt. Teljesen elfelejtettem. Az a... plazma fegyverrel ellentétes oldalon van. Így. És nem is itt, hanem itt. Így. Utolsó ellenfél, és itt a kiárattal szemben pedig az utolsó titkos hely. Ennyi. Hát elég unalmas pálya, de remélem, hogy kicsit vidammal tettem. Ha már Mike Tyson stílusban nyomulunk, térjünk ki a Berserk használatára. Ez alapvetően egy szuper egészségcsomag, amely akár 1%-ról is azonnal feltornázza 100-ra az egészségünket. 100 fölé már nem tudja vinni, de a másik hatása, hogy megtisztelezi öklünk erejét. Ez pedig a rózsaszínköd eloszlása után is megmarad egészen az adott pálya végéig. Szóval mekkorát is ütünk így? Nos, átlagban durván a puska másfélszeresét sebezzük, úgyhogy érdemes használni az öklünket, lőszert is spórolunk és emellett szórakoztató is. Egy kis gyakorlással a szörnyek legnagyobb része megberserkelhető. A szar volt. Hát ma is sok hasznosat tanultunk, várlak egy következő videóban.